Már nyár végétől sokat lehetett hallani a híradásokban arról, milyen fontos ellenőriztetni a kályhákat és a kéményeket, még a fűtési szezon előtt. Szerencsére egyre többen figyelnek erre, de a biztonságunk érdekében ez még nem elég. Ajánlatos szénmonoxid érzékelő beszerzése is. A készülék éles, 85 decibeles hanggal jelzi, ha a szénmonoxid az épületben magasabb a megengedettnél. Mennyiben megjelenik az a szénmonoxid koncentráció, ami már a számunkra veszélyt jelenthet, ez a készülék jelezni fog, és akkor tudunk beavatkozni tulajdonképpen egy szellőztetéssel, vagy legalább meg tudjuk vizsgáltatni esetleg a készülékünk. Nagyon sok múlik ezek a szénmonoxid érzékelőkön. Ezek beszerezhetőek, most már szerencsére elég jó minőségben beszerezhetőek, és higgyük el, hogy életet mentenek. A kis berendezés valóban életet menthet, főleg azoknál a házaknál, ahol régebbi típusú kályhát vagy kazánt használnak. A szénmonoxid színtelen, szagtalan gáz, elég néhány perc, hogy eszméletünket veszítsük, ezért is hívják alattomos gyilkosnak a szénmonoxidot, mondta a Cegrédi Katasztrófa Védelem illetékese. Nagy Péter hangsúlyozta, a szagelszívó is ronthat a helyzeten. Például egy konyhai szagelszívó is nagyon komoly hatást tud gyakorolni a szénmonoxid, illetve az égés termék áramlására. Egy konyhai szagelszívó képes visszaszívni a kéményben az égés terméket, ezáltal a lakótérben marad a mérgező égés termék. Nagyon oda kell figyelni. A gázmérgezésekről szóló híradások után jóval többen vesznek szénmonoxid érzékelő készüléket, ez a kereskedők tapasztalata. Szerencsére egyre kevesebb áldozatot követel a gázmérgezés, de a fűtési szezon kezdete után még mindig nem telik el úgy hét, hogy ne riasztanák a tűzoltókat szénmonoxiddal összefüggő esetekhez. A statisztikák szerint egyre kevesebb ilyen eset van, szerencsére a tájékoztatásnak köszönhetően az emberek azért igyekeznek beszerezni ezeket az eszközöket. Sajnos még mindig vannak olyanok, ahol egy eszköz megmenthette volna, illetve megmenthette volna a személyeket a szénmonoxid mérgezéstől, de szerencsére most már úgy tűnik, hogy egyre kevesebb itt a mi területünkön. A készülék riasztása esetén az első feladat a fűtőberendezés kikapcsolása, azt követően a legfontosabb az ajtók és ablakok kinyitása, illetve az, hogy mindenki hagyja el az átszellőzés befejezéséig az ingatlant, tette hozzá az alezredes.